Na szevasztok srácok, Csipi vagyok, és ebben a kis videóban folytatjuk tovább az Ultimate Scream SBC kipörgetését. Ugye vasárnap este kaptunk kettőt, ebből egyel már elkészültünk. Ennek valami olyan egészen elképesztően mert adtak, hogy elnevezést, hogy ki sem mondom. Estiák. Görög mitológiához tartozik. Akkor mind a két SBC ebbe tartozik. Ugye ezeknek ilyen, hát ilyen, nem is tudom mik ezek, ilyen sárkány vagy ördögszerű kecske. Mindegy, ne kérdezzétek, hogy ez most hogy függ össze, ez a három játékos, akit előre betettek ezzel az SBC-vel. Valami szörny, vagy ilyen kecskeszerű, vagy a pecsem tudja, mi vannak a címereikben. Minden esetre a 73-as overall rating az nálunk csak úgy jött ki, hogy be kell tennünk egy 83-ast, egy 82-est, meg két 81-est, ugye? Nagyon lehúzza ez a három játékos az SBC-t. A 83-as chemistry az bőven megvan, ugye? 83, ugye 86 kértek. Úgyhogy csináltuk olasz ligásból, ez pedig itt ugye német ligából, ez pedig itt MLS-ből. Ugye nem ez a legjobb megoldás szerintem rá, és nem is a legolcsóbb, de ezek a játékosok mind klubban voltak, így aztán a loyalty miatt simán megvolt a chemistry, nem kellett játékost vennünk, meg nem kellett semmivel foglalkoznunk, tehát ingyen megvan ez az SBC, és egy 25k-s pakkot ad. Úgyhogy meg is nézd. Dob-e valamit a pak, vagy sem. És akkor a pakbontásra ismét felkérem egy fantasztikus feltörekvő FIFA játékost, Alexandert, hogy nyomjon rá a pakra. Rányomott, előbb egy Carrasco jött, ugye, vagy hát előbb, ti ezt napokkal később látjátok szerintem. Ebbe is boldog. Jó nyitás volt, a 88-as, 81-es, 88-as, a 81-es Team of the Week. Eggestein, vagy ki a pöcsöm. Na ez teljesen jó. Ezt bele fogom tenni a Royce SBC-be. Nézzük, hogy ki van még a pakba. De szerintem senki nem lesz. Mondtam. Egy fantasztikus zommel és egy Sabitzer. Hoppá, egyel többet küldtem föl, de nem baj. Na hát, gondolom, hogy diszkárdáros a fickó. Annyira, ja. De mindegy, végül is akkor simán meghozta a pakkozárát. Az SBC jósült el. Végre egy inform. Srácok, ennyi lett volna a következő Ultimate Scream-es SBC, de azért kövessétek a csatornát YouTube-on, hiszen oda tesszük fel a videókat, és szerintem azért majd a halottak napja, meg úgy október 31-e körül szerintem akkor fognak felpörögni az út SBC-ként. Én a héten várok egy upgrade SBC-t, tudod, egy TOTV upgrade-et. Ha lesz Suárez, meg lesz Ronaldo, akkor lehet be fogják dobni, tudod, hogy sok hülye nyitogassa a pakokat, tudod. De majd meglátjuk, hogy igazam lesz-e. Na srácok, ennyi lett volna az SBC, Alex nyitott egy informot, Csipi voltam, szevasztok!